képviselő úr, valóban nem szerencsés postás szerepkörben tetszelegni. Az az igazság, hogy ez egy olyan volumenű módosító javaslat, hogy megrengetett. Olyan szakmai szintű javaslat, tisztelt képviselő testvér, mert nem mindenki volt pénzügyi gazdaság bizottság ülésen jelen, amikor megkérdeztem Kranyi képviselőt, hogy ugyan mondja már ezt a remek nagyszabású átívelő ötletét, hogy hogy lehetne megtalálni a pénzt, azt mondja, majd kedden. Mert gondolom, akkor még nem tudta. És akkor ehhez képest azt hiszem valami komolyabb javaslata jön, mert az, hogy elvenni valahonnan, és ebből az első és legnagyobb a tartalék, értelemszerűen itt fog állni osztályvezető úr a képviselőtestület előtt, amikor a tartalék kapcsán a visszafizetési kötelezettségük, ami minden évben a normatívához kapcsolódóan megvan, nem lesz rá fedezet, nem probléma, mert elosztogattuk a civil szervezeteknek. Ja, meg ebben ugye gondolom benne van az újság és képviselő, hogy visszakérdeztetek, hogy ebben a 10 millió forintban az is benne van? Természetesen a tavalyi évben is ebből a keretből ment a kuratórium támogatása. Köszönöm szépen, tehát akkor ebből azt is lehet látni, hogy esetleg azon sem gondolkodunk, hogy az újsághoz kapcsolódó kuratóriumot is megszüntessük, mert hogy az is 2 millió forintjába kerül a városnak. Más, és itt nem pártpolitikai alapon kell megközelíteni a történetet, mert ugyanúgy egy szocialista vezetési településen, polgáron megszűnik az újság, a fideszes Debrecenben Kósa Lajos megszünteti a Debrecen újságot, a fideszes megyei közgyűlés megszünteti a Hajdúbia megyei hetet. Mi tartjuk a pártpolitikai hajdudorogi újságot. Mert fontos, hogy szócsöve legyen bizonyos köröknek, és a valóságtól teljesen elrugaszkodó tájékoztatást adjon a lakosságnak. 2 millió forint, gazdag város. Tesszük annak a rovására, hogy a polgármesteri hivatal dologi költségében. Egy hónappal ezelőtt pontosan képviselő urat is hívtam, még másodmagával, hogy vegyen részt abban a bizottságban, ami előkészíti a költségvetést. Hogy ne mondjon olyat, amilyet most mond. De Kranyi képviselő urat is hívtam, és akkor ő sem mondana biztos ilyet, ha látná azt, hogy a tervezés kapcsán guruló tervezés van, ami azt jelenti, hogy nem az előző évi tervezési összeghez számítjuk az évi számokat, hanem a teljesüléshez számítjuk. Hogy mennyire teljesült az. Pontosan azt mondja, hogy a képviselő, hogy a bevétel alul van tervezve, a kiadás meg picit túl van léve. Na most akkor szeretném tájékoztatni. A bevétel felül van tervezve, és a kiadás alul van tervezve. Ettől kockázatosabb, még kockázatosabb ez a költségvetés, és amit önök csinálnak, ez ennek pontosan az erősítése. Mert most sem arról hallunk, hogy próbálj takarékoskodni, hogy próbálj összehozni. Gondolja az bárki is ebbe a terembe, hogy nem adnék én szívesen 250 ezer forintot az első lakáshoz jutóknak. Sőt, ha most 250 ezer képviselő 3-at mondanak, hogy 350-et fogok. Hát ez az, ami azt az országot ide sodorta többek között, ide sodorta, és nem 8 év alatt képviselő úr, mert 14. havi nyugdíjat nem tudom ki ígért ebbe az országba, a nyugdíjasok félrevezetése címszója alatt, de ettől függetlenül az elmúlt 20 év vezetett oda, hogy mindig ígérgetni szociális demagógiával, mindig tromfolni próbál egyik a másikra. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy passzus, ott van még 100 ezer forint, mi mindig kiízadja, csak hogy legyen még meg ez a jogcím. És nem ez, hanem hát legyen az 200, mert milyen jól mutat az, hogy majd a dologi újság vastag betűvel, az az utolsó senkiházi, az csak 100 ezret akart, én meg mi, meg 200 ezret. De miből? Ennek is csak a bemondása volt meg képviselő úr, hogy legyen 200. A fedezete 2,5 millió forint, az igen, 25 lakásra, 25 lakásvásárlásra. Ez is megint abból indul ki képviselő úr, hogy mennyi volt a tavalyi felhasználás. Amikor a lakás ingatlan piacon egy recesszió volt, és még most sem várható fellendülés. 25 lakáshoz, vagy körülbelül ebben a nagyságrendben fizette ki az önkormányzat ezt az összeget. Hát nem a hasukra ütve tervezi az osztályvezető meg a pénzügyi osztály ezeket a beadási meg kiadási számokat. Hát most a 6 milliót elmenne a dologitól, polgármesteri hivatalból képviselő úr,
olyan szintű felelőtlenség, hogy az veszélyezteti a polgármester hivatal működését. Nem lehet mosolyogni, lehet cinikusan, mert semmi se drága önöknek, ezt én nagyon jól tudom. Mert a legjobb jelen pillanatban önöknek az, hogy minél rosszabb legyen a városnak. Mert hogy nem velem szúr ki, ezt nem értik meg, hanem az itt élőkkel. Az itt élőkkel. És sorozatban, nem először sorozatban. Mert nem attól lesz jó pofa meg népszerű, hogy 200 ezer forintot fogunk adni. Miből? Arra nincs válasz. Mert ha majd bejön a 8. igény, akkor még boldogok leszünk, mert csak 1.600.000 forintot költöttünk el. De ha bejön a 15., annak mit mondunk? Csoportosítsunk át a tartalékból. Abból a tartalékból, amiben már nem lesz semmi, mert hogy tavaly is olyan szépen eltartalékoltuk, hogy azt mondtuk, hogy az a tartalék a fedezete az utolsó két hónap tiszteletdíjának, emlékezzünk. Csak addig eltartalékoltuk, hogy elosztogattuk, már csak azzal szembesültünk, hogy nincs. Hát semmi felelősség nincs a tisztelt képviselőtestület önökben ebből a szempontból, hangsúlyozom ebből a szempontból, mert nem veszik észre, hogy most is nem azon mesterkedünk, hogy hogy tüntessük el az 56 millió forint hiány, hanem hogy hogy növeljük. Mert hogy lehetetlenítsük el a működést? Képviselő, én most mondom, a 6 millió forint meg lesz a hivatalba. Meg lesz a hivatalba. De fájni fog. Nagyon fog fájni. És akinek fájni fog, megmondom, hogy hova menjen. Nem a képviselőről fogom mondani, mert postáshoz nem küldöm. Mert fájni fog. Meg lesz. Meg lesz a 6 millió forint, csak nagyon fog fájni. Nem nekem fog fájni, előre mondom azt is. Tehát ebben a nem hetsz kampányról van képviselő szó, mert most is abban az irányban próbálja terelni a szót, hogy itt a probléma ebben a költségvetésben csak a 10 millió forint civil szervezeteknek a pofapénz, hívjuk csak nyugodtan így, mert láttuk azt, hogy tavaly hogy osztódott ez, aki kedves kapta, aki meg nem kedves, annak valami jutott. Hát lehet ezt így is csinálni, de nem erről van szó képviselő. Mert nem 20 millió forint hiányzik ebből a költségvetésből, megint elmondom, 56 millió. Tehát nem 56 millió többlet van, 56 millióval kevesebb van, mint amit szét a működés kapcsán szét tudunk osztani. Nem olyan bonyolult, ez csak még mindig azt hallom, hogy még akkor erre többet, még arra többet, mert ugye előbb-utóbb ott fog megállni, mert hogy mondjuk majd azt a 13. igénylőnek mondani az első lakáshoz utalnak, hogy elfogyott. Ezt fogjuk mondani? Ezt. Tavaly is ezt mondtuk. Persze, de hogy nem ezt mondtuk, képviselő úr. Ezt mondtuk, csak pakoljunk már át a másikból, de amiből már nem lesz, abban nem fogunk tudni pakolni. És most mennyit fogunk adni? 100 000-et javaslunk. Annak, akinek elfogyott tavaly. Nem. Az idénről beszélünk. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy én maximálisan megtettem azt, hogy ennek a költségvetésnek igaz hiányjal, csak azt nem tudom, hogy mi itt görcsölünk, másod a 200 meg a 400 millió forintos működési hiány úgy garázdálkodnak a fideszes önkormányzatok képviselőről, hogy hihetetlen. Mi görcsölünk 56 millió forinton, nagyon helyesen egyébként, csak nem azon görcsölünk, hanem hogy hogy lesz az ebből az 56-ból 66, meg 76, és hogy lesz a végén 100 millió forint, még a működési hitel is. Nem lehet tartani tovább. Nem, lehet hanyag eleganciával tovább lépni, lehet ettől megfutamodni, elszaladni, nem vállalni benne a döntést, becsukni a szemünket. Tehát lehet ilyen dolgokat csinálni, csak akkor azt csinálja mindenki, amihez kedve van. Mert hogyha valaki ezt vállalta, ráadásul még a lakosság bizalmával meg is tisztelte, akkor itt felelősségteljesen kell meghozni a döntést, ahogy az képviselő úr elmondta a közmeghallgatáson. Hogy a köz vagyonával jó kell gazdálkodni, hát hogyha nincs már miből gazdálkodni, és nem azért nincs, mert valaki ezt eltapsolta, meg kitalicskázta volna, azért nehogy már, mert már a következő ez lesz.
Tehát lehet látni, hogy évről évre kevesebb pénzmaradványa gazdálkodik az önkormányzat. Nem azért, mert rosszul gazdálkodna, hanem évről évre kisebb a működési költségvetése, próbálja a kiadási számait csökkenteni, de a képviselőtestület döntéseiből fakadó kiadásokat teljesíteni kell. Amire utalt, nem is tudom, kiutalt talán az elnök képviselő úr, a szemétszállítási díjhoz kapcsolódó kedvezményrendszer. Hát azt most mozgatják más irányból, ombudsman, meg nem tudom micsoda, de hát akitől elviszik és ingyen viszik el, attól is elvisznek valamennyi szemetet. A szolgáltatást valamilyen szinten igénybe veszi. Lehet ezen kell elgondolni, de hát az megint még mindig csak szépség tapaszt ebben a történetben. 2011-re nézve, hogyha még ebben bátorkodnánk dönteni is. Na de hát ahhoz fel kell azt vállalni. Mert ott esetben nem mindig a népszerűségben kell fülödni, nincs a képviselő. Köszönöm, bár nem tudom, hogy a pénzügyi osztályvezető úr akar-e válaszolni ott a... Szóval, hogy válaszolni. Köszönöm a szót.